мы беды, ярвы, ярвы, мы беды, мы беды. Magyarul előkészítő intézetben tanultam, a Balassi Pali intézetben, és egy évig tartott ez az tanfolyam, és akkor volt beiratkozás az egyetemre, és ott folytattam a magyar tanulmányom. Miben hasonlít Magyarország Mari földre? Miben hasonlít? Hát finnugor rokonok vagyunk, hát inkább azt tudnám mondani, hogy miben különbözik. Hát mert a magyaroknak van saját állama ebben, és a Marik köztársaságban élnék Oroszország európai részén. 600 ezeren vagyunk most, és mondjuk. Mit tudtok rólunk, romániai magyarokról? Romániai magyarok, hát jó, én tudom azért, mert itt tanulok, és magyar szakos voltam, és ezt kellett tudnom én kisebbségekről, és de Marielben szerintem a Marik nem nagyon tudnak ilyen dolgokat sajnos. De tudom, hogy ugyanaz a helyzet, mint nálunk ott az orosz hatalom alatt élünk, és ugyanaz a helyzet gondolom magyarokkal is. Kezdtem az Udmurt köztársaságban, Udmurt magyar szakon, oda beiratkoztam, és ott kezdtem tanulni magyarul, viszont folytattam Magyarországon, Balassi Balint intézetben. Miben hasonlít Udmurtország és Magyarország, avagy miben hasonlítanak az udmurtok és a magyarok? Hát az elsősorban csak hogyan fogadnak a vendégeket, olyan lelkileg, hogy minden adnak bele, és az első dolog, hogy etetnek. Tehát ebben hasonlítanak az udmurtok, igen, és a magyarok, igen, hogy etetik a vendéget. Igen, a magyar családhoz és az udmurt családtól, illetve nem lehet éhen menni el. Mennyire nehéz a magyar nyelv? Nehéz, de megtanulhatom, mert vannak olyan kis apró ravaszkodások, ami segítségevel lehet megtanulni, de egyébként tényleg nehéz. De orosz még nehezebb, de magyar nehez is, viszont az attól még érdekesebb is. Mit éreztek ti Udmurtországban, amikor meglátjátok a magyar zászlót? Hát az, hogy az első dolog, ami jut eszünkbe, ez gulyás leves, és az, hogy a magyar néptánc, mert annyira sok energia van magyar néptáncban, hogy ez hihetetlen. Honnan tudsz ilyen jól magyarul? Nálunk, Szaranszkban van Agarov Egyetem, ott lesz finugor tanszék, és ott lehet tanulni finugor nyelveket. Ez magyar, ez finn, ez is persze, hogy moksa és érzje. És én tanultam ott magyar nyelvet 5 évet. Szerintem nem annyira szépen beszélek, de tanultam. És nehéznek tűnik a magyar nyelv? Hát mindenki mondja, hogy magyar nyelv nagyon nehéz nyelv. Nekem nem, na, nem annyira nehéz, mert moksa vagyok, és moksa, és magyar, ez finugor nyelvek is sok hasonló van. És azért mindenki mondja, hogy nehéz-e fordítani, és mindenkinek mondja, hogy én nem fordítok itt. Én csak mondok úgy, ahogy megy.